Fél száz kerületi bringást lepett meg az önkormányzat sportirodája egy őszi reggelen a Kossuth téren. A városvezetés így csatlakozott a Magyar Kerékpáros Klub akciójához. A bringások évek óta ezzel a figyelmességgel köszöntik azokat, akik a környezetkímélő kétkerekűt választják mindennapi közlekedésükhöz. Itt a 18. kerületben ez a második ilyen esemény. Igyekszünk népszerűsíteni a biciklizést, igyekszünk olyan helyzetet teremteni, amivel az ő életüket megkönnyítjük. Például egy közös pályázatot adtunk be a környező településekkel, melynek köszönhetően hamarosan, remélem egy-két éven belül megvalósul az a kerékpárút, ami lehetővé teszi majd, hogy egészen a Kisdunáig a 18. kerületből kerékpáron el tudjunk jutni. A kis reggeli vagy uzsonacsomagokhoz járó kakaós csigát a kerületi kemencés pékség ajánlotta fel, míg a teljesítőkákat és az almát az önkormányzat biztosította. 2018-ban 40 helyszínen tartottak Magyarországon bringás reggelit szeptember 28-án, köztük az egyik Pesszent Lőrinc volt.